Ilyen egy korábban használt, és ilyen az új energiafogyasztási címke. Külsőre nem biztos, hogy egyből feltűnik a különbség, pedig több dolog is van, ami csak az egyiken szerepel. A plusz jelölésekkel például az újakon már nem találkozhatunk. Volt 3A plusz volt a maximális, hogy A plusz, 2A plusz és 3A plusz. Mint ennek a nyíregyházi műszaki üzletnek a vezetője mondja, a pluszok értelmezése sokaknak okozott gondot. Az elektronikai cikkeken található új feliratok tehát átláthatóbbak és világosabbak a vásárlók számára. Ugyanakkor ezek jelentését is meg kell tanulnunk. A március 1-től használandó besorolás szerint a skálát 7 betű, 7 szín alkotja, ez szerint az A jelenti a leginkább energiahatékony, a G pedig a legkevésbé hatékony rangsorolást. Ez a hűtőgép a D kategóriába esik, ez egyébként már jónak számít ebből a szempontból. A korábbi besorolást 1995 óta használták hazánkban, így időszerű volt már a megújítása. Főleg, hogy az Európai Unió elvárása, hogy egyre energiahatékonyabb legyen életünk valamennyi területe, ezt szolgálják az új egyben szigorúbb címkék is, amelyek alkalmazása hétfő óta minden üzletben kötelező. Egyelőre azonban nem minden termék esetében, csak például a háztartási hűtőkön és fagyasztókon, a mosógépeken, a mosogatógépeken és a tévéken. Ezek köre azonban később majd tovább bővül. Alapvetően, hogyha az ár nem tükrözi maga a kategórián belüli különbséget, illetve az energiahatékonyságon belüli különbséget, akkor nyilvánvalóan egy drágább terméket is meg fognak vásárolni, hogyha a racionalitásnak ez nem diktál ellen. A legtöbben először az árát nézik meg egy terméknek az üzletben, de az energiafogyasztás is fontos szemponttá vált az elmúlt időben. Egy átlag vásárolónak is kb. 80%-a már figyeli és nézi az energiahatékonyságot, alapvetően hosszú távra tervezik az ember, úgyhogy mindenképpen szempont a vásárlásnál az, hogy egy energiatakarékosabb és egy energiahatékonyságban magasabb besorolásnak örvendő terméket vásároljon. Az energiahivatal célja is összefügg ezzel, azt szeretnék, ha minél tudatosabbak lennének a vásárlók, és ne csak az olcsóbb, hanem a kevesebbet fogyasztó termékeket választanák. A boltban azonban nem csak a kategóriákat érdemes ellenőrizni. Nézzük meg a fogyasztási adatokat, amely nem csak energia, hanem például mosógépnél, mosogatógépnél vízfogyasztásra is vonatkozik, amely legalább akkora, ha nem nagyobb kincs, mint az energia. Tehát erre is legyünk figyelemmel, de még mielőtt vásárlásra adjuk a fejünket, gondoljuk azt végig, hogy pontosan mik az igényeink, mekkora kapacitású gép kell, mert hiába lesz a gép energia hatékonyabb, amit mi magunk vásárolunk, ha egyébként nagyobb lesz maga a gép teljesítménye, a gép kapacitása, mint amire valóban nekünk szükségünk van. Érdemes tudni, a háztartási energiaköltségek jelentős mértékben csökkenthetők az energiahatékony berendezések használatával.